Már a helyükön vannak az emúk lovak és kecskék, a hirtelen nagy mennyiségű csapadék miatt ugyanis a terület legmagasabb pontjára kellett menekíteni a 60 vadas parkálatait. Timár Dávid az intézmény vezetője elmondta, 2014 óta ez volt a legnagyobb bárvíz. A gyors intézkedésnek köszönhetően azonban egy állatnak sem esett baja, most pénteken újra kinyitja kapuit a létesítmény. Kár az gyakorlatilag nem annyira keletkezett. Most egy két és fél hét zárás után visszaállt minden a helyére. Le van vágva már a fű, a sétányokban sem keletkezett kár. Az állatoknak is mind kitakarítottuk a helyét, aminek szükség volt az elet fertőtlenítve, kitakarítva, itatók, takarmánytárolók is. Timár Dávid azt is elmondta, a hirtelen érkező melegre is felkészültek, így a nyári kánikulában is komfortosan érzik magukat az állatok. állatok 80-90 ának a helyén van valamilyen féle fa, cserje, ami árnyékot biztosít nekik, ez a legfontosabb, és amelyik állat, gondolok itt a nagyvadfélékre, például a gimszarvasoknál, valamint a marhák esetében a vízibivajnál, dagonyák vannak kialakítva, amiket már most elkezdtünk így a zárvíz után ö, újra feltölteni, ö, friss, tiszta vízzel ö, gyakorlatilag a nap folyamán két-három alkalommal ö, cserélve van nekik az zitatójukban a víz. A látogatókat párakapuval és hűsítő jégkrémmel várják kettől vasárnapig 10-től 19 óráig.